Nézd meg a sorozatot. Nem, ne, nincs videókezdő poén, csak pigmin hideg tények. Deal with it. Srácok, megvalva azt a bizonyos őszintét, én a mai napig nem értem, hogy hogy a pékbe lett a Madagaszkárból egy trilógia. Mármint nem, persze, értem, hogy miért lett. De nekem valahogy mindig csak a középszerű péntekesti gyerekfilm kategóriába volt. A sztori úgy csapunk össze-vissza, mint egy humortal a hasonlat a Turet A 2000-es évek érszát kimászik a képernyőn keresztül, majd a retinádba köpi a 2000-es éveségét, annak ellenére, hogy a harmadik film már nem is abban az évtizedben jött ki. jam meg mindezen még az se igazán segít, hogy az Alex és No Kussok az egyik legidegesítőbb brigád az animációs filmtörténetben. A nagy macska agy pancsa még csak a jéghegy csúcsa, tekintve, hogy olyan irritáló, mint egy nyakadba kölgő 50 éves a buszon, viszont a másik három. Fú, hallod-e? Egy olyan szintű kellemetlen élmény a vásznon létjük, amivel valahogy egyszerre vesztek el, és adnak hozzá a filmhez. Esküszöm, ezek hárman egy annyira megérthetetlenül kellemetlen trió, mint... Hmm. Nem most, amit eszembe semmi. De jobb, bármennyire is kinda élveztem azokat a filmeket, bár akkor sem volt a szívem csücska a csoda csapat, és az előbb felhozott péntek esti filmezés után rögtön döltem is az ágyba. Majd ezek után felkeltem szombat reggel, csináltam magamnak egy műzlét, és jól megnéztem a Madagaszkár pingvényei sorozatot, baby! Ez volt az a sorozat, ami engem is több százezer tomboló tökcsőzt tartott a tévék előtt. De tényleg mi szerethető ezekben a pingvinekben? Tette fel a kérdés senki soha! A kisgyerekeknek viccesek és menők, a nagygyerekeknek és a felnőtteknek meg viccesek és menők, hát hogy ne lennének azok? Már maga az ötlet is zseniális, ha belegondolsz. Fogjunk egy műből mindent, ami működött benne, és vegyük ki belőle mindent, ami nem, alkossunk egy új, de mégis megszokott légkört, és mind mindezközőjük egy arra sokkal jobban passzoló formátumban. Wow! Igen, nem éppen volt a legmélyebb dolog valaha, de fun fact, erre már akkor is olyan diszkoszvetőket megszigyelítő ívből szartam rá, és teszem ezt a mai napig. Hahota az egész családnak. Veszasz anyus! szeres pingvin. És ezek után persze, hogy megnéztem az egész estés hosszú izét, negyedórás móka, másfél órás mókává csinálása. Hát hülye lettem volna kiadni. Nem arra már nem emlékszek, hogy tetszett, de tekintve, hogy tíz éves voltam, és egy ténylegesen jó filmnek gondoltam a pixels -t. Szerintem nem annyira mérvadó most a 10 éves rumpalumpa szava. Most viszont újra néztem, és tudjátok, mit nem is húzom tovább a húzni valót, fúj, ez a film csak úgy jó. Van, és mókás, és szerethető, és vége. Bármennyire is furán hangzik, ezekről a filmekről is ez véletlen fontos beszélni. Annak szerintem az égvilágon sem értelme nem lenne, ha már csak úgy választanák ki filmeket, hogy mit tudok vagy felmagasztalni az égig, vagy porigalázni, arcon köpni, vesérugni a macskáját, majd ezek után lehugyozni a Leanderét. Kellenek néha csak jó filmek. De ez vér is az? Nos. A film egy elég érdekes húzással kezd, még pedig azzal, hogy bemutatja a Pingu csapat összeverődését, de még inkább közlegény útjának a kezdetét. Ez egy kifejezetten okos döntés. Mert belegondoltatok már valaha, tudom, hogy erre a kérdésre legtöbbször az a válasz, hogy nem, de, most rugaszkodjunk el egy kicsit már, Szóval belegondoltatok már abba, hogy így első ránézésre közlegénynek nincs igazán szerepe? Mármint a funkcionális szintre kitér többször is a film, meg a sorozat is, ha jól emlékszem, de a történetmesélés szempontjából is teljesen jól működhetne nélkül Ott van a vezető, aki irányítja a többi karaktert, ott van az okos, aki tud szolgáltatni esetleges expozíciót, de ebben a csapatban van még egy konkrét kétlából járó Deus Machina is. Szóval, Mely van itt? Hát a karakteri jelenlétére szerintem az a válasz, hogy kellett egy kisé esetlen comic relief, aki így kontrasztot tud adni az inkompetenciájával a másik három pingvin kompetenciájára. És hogy mi a narratív szerepe? Hát Erről szól a film többi része. Leginkább ő van a középpontba helyezve, és bár a még így is kevés képernyő időjével, de kap egy erős karakterívet. Viszont, ha már érintve lett a téma, gondolom nem lepek meg senkit azzal a kijelentéssel, hogy a pingvinek a film csúcspontjai. Először is a hangok. Nyugi, 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 is. Csit, csit, nyugi. Shhh. Te is tudod, hogy nem az eredeti hangok. Ja, 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 Benedict Cucumber jó meg minden, de hogy így... Do you even Ravitsky kerekes duo bro? Aztán az akció jelentek. Tekint vagy Dreamworks már meg sem lepődök ezen a kivitelezésen. Na jó, hazudtam, meglepődök. Szent boci, de kreatívan van kivitelezve. Igen, hogy mindannyian látjuk, hogy éppen eveznek a vizen a pingvinek, annak ellenére, hogy pingvinek, de mondd már meg kellett nekem, hogy ezt milyen időségben nem kéne teljes mértékben leszarnom. Viszont a már pingvin pozitívumok, meg kell említenem, hogy Jesszó Pepi, ez a film milyen vicces számomra. Számítottam arra, hogy katarázni fogok, de azért erre a humorkára nem állítottam be a pocakomat. No, persze vannak laposabb poénok, ez elkerülhetetlen, viszont amik működtek, amik leginkább a pingvines jelenetekben voltak, azok úgy működtek, mint egy működő dolog, igen, most már nincs room elrontott hasonlat nélkül, szokjunk hozzá szerintem. És mi a túros palancsitát értesz az alatt, hogy leginkább a pingvires jelentek. Ők a címszereplők, ők a főszereplők, gondolom így 90 ban róluk szól a film. Spoiler! No! Akkor mégis mi van ebben a filmben? Hát először is a főgonoszunk, Dave, aki egy eléggé kettős érzetű mixed bag karakter. Egyfelől a humor szintjén teljesen jó a rál, bár néhol még egy gyerekfilmhez képest is messze túl volt játszva. Másfelől viszont, halod? Megint a főgonosz motivációnál hasaltok bele a küszöbbe. Ugye az a baj az oktapusi puszinak, hogy a pinguk cukik, ő meg nem, és ezért meg akarja őket csúnyítani. Wow! Hát ez egy kifejezetten retardált ötlet. Tudom, hogy egy főgonosznak alapvetően az a szerepe a történetmesélésben, hogy egy morális kérdésben az elkölcsi rossz válaszza, hogy rajta keresztül tudják majd közvetíteni a mű tanítását, de ez így akkor sem. Nem vagy cuki? Oké, okay, leszel érdekes máshogy, mondjuk úgy, ahogy eddig is voltál. Tényleg miért hagytad abba azt, amit csináltál eddig? Meg így egyébként mit csináltál volna, ha megtudod, hogy léteznek a fókák, vagy, vagy, a delfinek. Hú, uh, ja, meg egy tökre szubjektív lábjegyzet. Uh, nekem sokkal jobban bejött az emberi dizájnja. Konkrétan úgy ismerkedünk meg vele, hogy ki csomagolja magát, ami már így alapból mennyire menő, de egyébként is... A másik dolog, amit még hozzáadtak a fiam, az az északi szél csapata. Nem fog velük sokat foglalkozni, eleget foglalkozott velük már a film. <coughs> nem viccik, nem érdekes különösebben a rivalizálásuk a pingvinekkel, és God, de mennyire nem adnak hozzá semmit a filmhez. De legalább Benedict Cumberbatch. Yeah! Nos, szerintem a Madagaszkár Pingvinjei egy jó film. Nem változtatta meg a világot, és valószínűleg neked sem fog egy életre szóló élményt adni, de egy szombatesti családi mozizásnak teljesen tökéletes. Ha szereted a sorozatot, akkor élvezni fogod a filmet, nézd meg, vagy inkább nézd meg meg itt a sorozatot. És akkor azt már figyelj arra, hogy ellentétben a pingvinekkel, a filmes világban nem minden fekete vagy fehér. Hát ez most vagy költői volt, vagy nagyon szó.